Most pedig a következő percekben Böcskei Balázs politikai elemzővel folytatjuk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Magyarázzon meg nekem indításként valamit. Ugye, ahogy beszéltünk is már volna a napszemlében, tegnap volt az összedi beszéd 10 éves évfordulója. Ennek kapcsán ön írt egy rövid publicisztikát, amelynek az a címe, hogy Gyurcsány Ferenc az összedi punk. Miért punk, Gyurcsány Ferenc? Ugye a punkokról azt szokás mondani, hogy a punknak a kisiskolás definíciója az, hogy olyan struktúrákat akarnak lebontani, amelyek nagyon meg vannak kövesedve, megalvadtak, vagy legalábbis stabilan állnak, és a punk általában nagyon destruktívan szokta ezt, öncélúan szokta ezt, mindenféle távlati cél nélkül. Gyurcsány Ferenc, amikor az összedi beszédet újra és újra visszahelyezi a napirendre, újra és újra a legfontosabb identitásának, egyik legfontosabb elemének teszi meg, akkor igazából punkként jár el, hiszen egy olyan keretet, egy olyan struktúrát, egy olyan vélekedést próbál megváltozni, ami nagyon masszívan állja magát. Át, hiszen ez a beszéd a hazugság beszédtől a kétharmad okozójáig való skálán mozog, és ezt a struktúrát nem tudja megváltoztatni. Tehát rombolhatja, ütheti ezt a falat, de ez a fal, ez számára ő talán a saját köreiben egyre kisebbre tudja venni ennek a falnak a stabilitását, vagy magasságát, de önmagában véve destruktívan jár el, mert a nyilvánosságban ez a dolog összöd megítélése nem fog változni, és a baloldalnak a jövője az nem attól függ, és még Gyurcsány Ferenc jövője sem attól függ, hogy az összedi beszédről egy másfajta keret, másfajta gondolkodás kialakul. Tehát az, amit Gyurcsány Ferenc megpróbál elhitetni, hogy igenis szükség volt egy, hát lehet, hogy stílusában kifogásolható a beszéd, de hogy igenis szükség volt egy olyan beszédre, amely felrázta volna az MSZP tagságát, hogy igenis másképp kell ezt az országot vezetni, mint ahogy eddig tették. Tehát ezeket a megkövesedett struktúrákat hiba-e, hogy ő meg akarta változtatni? Ugye egy dolog az, hogy ő ezt bent, hogy bent mit gondoltak az akkori kormányzati pozícióra, és egy dolog, mit gondoltak kint. Ugye Gyurcsány Ferenc érdekes, amikor azt mondja, hogy igazságbeszéd. Na jó, de akkor mi a baj az, hogyha elárulták, és kiszivárgott ez a beszéd. Tehát itt olyan logikai bukfencek vannak, amelyek folytán nem is érdemes nagyjából annyit beszélni, mint amennyire. Csak én csodálkoztam, a Népszabadság a címlapon hozta ezt az egész kérdéskört, hogy az összedi beszéd 10 éves, és a tennapi videót, mert ebben a videóban egy sornyi újdonság nem volt. Ez egy iparos munka. Mit jelent, hogy iparos munka? Gyurcsány Ferenc egy Orbán rezsim értékelőt tartott, hogy ezt bármikor le tudja csettintésszerűen gyártani szövegpanelekből, és egyébként bármely politikus is, tehát újdonság értéke a tennapi sajtótájékoztatókhoz, meg a holnapihoz képest nem lesz. Pontosan, ezek a semmi újdonság, az, hogy MSZP elárulta, ez sem újdonság. Emlékezhetünk, pont a 13-as, 14-es választási kampányban volt egy ilyen forró krumpli dobálás, hogy most akkor kiszivárogtattak ki, és akkor meg is nevezett majd körülírt embereket, tehát ebben sem volt újdonság, és igazából ez egy antiurbanizmusra, 100%-os antiurbanizmusra hangolt, a 2006-os Gyurcsány Ferenci pozíciót igazából újra értelmező, elhelyező, őt a politikai palettára, hogy megkülönböztető beszéd volt. Tehát ennek az újdonság értéke, magak az infantilis felvezetési videók érdekesebbek voltak, mint aztán, ami azt a 7,5 perc lett belőle. Igen, nagy várakozás idejét előzte meg az utolsó, a végső videó, de aztán újdonság nem volt benne. Az viszont mégiscsak egy releváns kérdés, hogyha nincs benne semmi újdonság, akkor ma 2016-ban, mikor a baloldal valahogy megpróbálja magát összeszedni, miért kell ismét kimondani egy ilyen mondatot, hogy elárult előtt az MSZP? Mi szükség van erre? Mi a célja ezzel? Gyurcsány Ferenc egyrészt, hogy megkívánja magát különböztetni a most tanácstalannak, a most hezitálónak, a bizonytalannak, jövőkép nélküli MSZP-s politikusoktól, hiszen ez a kép alakult ki az MSZP-ről, Gyurcsány Ferenc által is többek között, hogy rá akar erősíteni, hogy ehhez képest ő itt a vízióadó, hiszen ennek a beszédnek a tartalma mégiscsak az, hogy csináljuk nagy reformokat, csináljuk nagy dolgokat, legyen egy nagy történetünk. És még itt van az áruló MSZP, tulajdonképpen az azóta sem előrelépő MSZP, addig itt vagyok én, aki mindig víziókat vagyok képes adni. Tehát effektíve azért árulózok, hogy magamat tulajdonképpen egy olyan helyzetbe pozícionáljam, hogy én vagyok még mindig a legértékesebb, vagy legalábbis jövőkészszerűen a legprogresszívebben gondolkodó a magyar baloldal részéről. Más kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc közpolitikai és politikai programja, amikor sokak Magyarországon a DK-nak most a nagy zászlós hajója a közpolitikai program terén, a elmúlt évekhez és akár a kormányzati időszakhoz képest sok újdonsággal nem bír, de azért bírhat valamilyen újdonsággal mégiscsak, mert a többiek valóban egyébként nincsen újdonság értékük, leszámítva mondjuk a PM-nek az alapjövedelmét, de olyan új, hát hogy is mondjam, politikai, közpolitikai projektet nem tudunk kitapogatni a baloldalon. Le lehet úgy fordítani Gyurcsány Ferencnek a lépéseit, hogy ő úgy gondolkodik, hogy most
úgysem készülnek kormányváltásra, tehát bárhogyan sikerül összefogni az MSZP-nek, a DK-nak, bárkivel, ebből nem lesz kormányváltás, tehát inkább ütöm az MSZP-t, és akkor kialakulhat egy nagyon markáns DK-kép. Ugyan tudom, hogy a DK most semmifajta hatalmi szerepre nem törhet, de legyen egy erős DK, még akár az MSZP gyengítésének az árán is. Folyik egy baloldalon egy hegemónia harc. Jól láthatóan, hogy az MSZP és a DK között, a támogatók között van mozgás. Jól látható, hogy az MSZP eleve az, hogy elnökválasztásra, tisztújításra készül, ez mindig jó annak a pártnak, amely kihívja az MSZP-t, jelensebben a DK-t, hiszen stabil, van iránya, van tartalma, nem bizonytalanodik el. És az biztos, hogy nem csak, hogy most zajlik egy hegemónia harc, hanem a 2018-as választás a baloldalon a kormányváltásnak az igénye, szükségessége mellett arról fog szólni, hogy ki lesz 2018 után a baloldalon az első számú szereplő, vagy ki lesz igazából az, aki a Magyar Szocialista Pártot megszorongatja, meg lehet ezt szorongatni. Gyurcsány Ferenc kimondva, kimondatlanul erre a pozícióra tör. Ez a beszéd, ez tulajdonképpen valahogy annak egy lépése, ez a tegnapi 7,5 perces. Ha ön lenne Gyurcsány Ferenc tanácsadója, mit tanácsolt volna? Készítse el ezt a videót, vagy inkább ne? Hallgasson inkább összödről. Szerintem az összbaloldal szempontjából egy összeötnek a felemlegetése az egy ilyen önsonsontó tevékenység. A magyar baloldal pont ettől és ennek a következményeitől próbált megszabadulni, és pont az a hitelességének, az újra gondolásának a lehetősége, hogy ezt minél távolabb tolja az időbe, tehát felgyorsítja az időt, legyen inkább 20 év az évfordulója, és ne 10 év. De hogyha Gyurcsány Ferenc és a DK érdekeit nézzük, azt, hogy igazából megerősítse saját táborát, hogy itt van Gyurcsány Ferenc, a legyőzhetetlen, az igazi kihívója Orbán Viktornak, akkor persze teljesen politikailag racionális, hogy ezt a beszédet ő elkészítette, és aztán végül is ilyen, igazából minket is várakozással töltött el, aztán végül is kaptunk még egyszer ipari munkát. Nagyon sok ellenzéki lépéssel kapcsolatban szoktuk azt érezni, hogy igazából a Fidesznek nem is nagyon kell ütnie rajta, hátradől a székében, és várja, hogy mi történik. Az mennyire kellemetlen, amikor újságírók megkérdezik Lázár Jánost erről a gyurcsányos videóról, és igazából annyira lesajnálja, hogy véleményt sem nagyon hajlandó mondani erről a videóról. Valóban, és nem csak Lázár János, hogyha tegnap megnézzük a tegnapi, mondjuk amennyire az ember, hogy ezt be tudja fogni a nyilvánosság, hogy hogyan reagáltak, mennyire foglalkoztunk, épp azért mondta a Népszabadságnak a címlapja nekem nagyon meglepő, mert hogy igazából a közösségi médiában úgy ment át ez a 7,5 perc, hogyha nem is lett volna. Összöd távol van, összöd nem fontos, összöd azért addig volt fontos a jobb oldalnak, ami mindig azt ugye fel lehet emlegetni a baloldal hitelessége szempontjából, ezért bizonyulna a jó stratégiának az, hogyha valaki az összbaloldal, az összes párt érdekét tekinti szem előtt, akkor ezt az összött kérdést, ezzel nem próbál politikai tőkét kovácsolni, mert lehet, hogy számlan racionális, de az baloldal jelenlegi elismerési válságát tekintve ez egy teljesen felesleges, irracionális, elengedésre méltó téma. Igen, ez a furcsa, hogy ami várható lett volna, hogy mondjuk a Fidesz hozzá elő, hogy évforduló van, nem ők tették. Az is lehet, hogy a Fidesz nem is ütött volna már a dolgom? Hát én azt gondolom, hogy azért sem érdemes az összöddel, nekik persze mindig azt mondanánk, hogy érdemes, persze, de hogy azért sem annyira fontos, mert az embereknek nincs fenn a probléma térképén. Tehát, hogyha ma a politikáról gondolkodunk, és a politikai hitelességről, akkor szerintem az embereknek nem az a benyomásuk, hogy összödig menjenek vissza, hanem a valós létező politikai, közpolitikai problémák sokkal inkább foglalkoztatják az embereket, és hogyha meglátnak egy ilyen összöd diskurzust, akkor elkapcsolnak, vagy lejönnek erről az egész dologról. Egyszerűen a Fidesz azért nem kell emelte ezt a dolgot, mert valószínűleg érezhetik bent is, hogy ebből igazából csak kommunikációs teret megtöltöm egy olyan témával, ami igazából nem oszt, nem szoroz a jövő szempontjából, könnyen elengedhetik. Arra lesz jó majd mindig ez a mondat, amikor Gyurcsány Ferenc vagy a baloldali markánsat mond, akkor ilyen magnószerűen visszaidéznek majd egyes mondatokat. Ezért kell elengedni, ezért van az, hogy nem pankként kell eljárni, hanem inkább, hát hogy is mondjam, sírgondozóként. Gyurcsány Ferenc ugye a videóban azt mondja, hogy két árulás történt, az egyik az MSZP-s vezetők részéről, ez egy politikai árulás, de az ennél nagyobb árulás, az igazi böszmeség, az, hogy a Fidesz a kétharmaddal sem tudott egy jobb országot teremteni. Mennyire releváns az a megközelítés, hogy igazából az, ami ma a Fidesz politikáját jellemzi, a korrupció gyanús ügyeknek a sokasága, azt valahol Gyurcsány Ferenc alapozta meg a közgondolkodásban azzal, hogy azt mondta, hogy hazudtunk. És így valahogy átment az emberek fején, hogy igen, politikus hazudék, korrupcióban nem lehet mit tenni. Nem tudunk ilyen okokozatiságokat felvázolni, de az biztos, hogy az összöd az mégiscsak annak a metaforája az emberek, az állampolgáraknak a szemében, hogy tehetetlenek a politikával szemben. Hogyha hiába van az, hogy nem hihetünk a politikusnak, hiszen úgysem tudjuk meg, hogy mi az igazság, sőt, összöd mégiscsak azt üzeni, hogy ha valaki nyilvánvalóan
idézve beismeri nyilvánosan, hogy hazudott, hiszen ez ugye az nem nyilvánosságra, csak máshogy került, stb., akkor sem lehet semmit sem tenni, hiszen ezek a politikusok maradnak, lévén Gyurcsány Ferenc kitöltötte a ciklusát, sőt, a társadalomnak a reform attitűdjével szemben próbált reformokat átvinni. Tehát megalapozott egy olyan gondolkodást, egy olyan politikai valóságot, vagy legalábbis ráerősített, hogy az állampolgárok tehetetlenek a politikával szemben, immunissá tették azzal szemben, hogy egy kormány korrupció által, vagy a hazugság diskurzus által megdönthető, és kétség kívül, ha összöd nem lett volna, vagy ha összöd nem szivárog ki, akkor ma a Fidesznek a korrupció diskurzussal, a Fidesz-szel szembeni ellenállásról jókkal hihetjük azt, hogy ez egy masszív, tartósabb, legalábbis az emberek számára komolyabban vehető történet lenne. De bűnbánatot igazából Gyurcsány Ferencen nem lehetett látni. Nem volt önkorrekció a dologban, tehát hogy... Azért mondom azt, hogy ez egy 2016-os pozíciónak az elmagyarázása volt. Az összödi, akkori összödi pozíciót ráhúzta a mostani politikai önképére és identitására. Ebből a szempontból megint csak racionális, hogy nem gyakorolt önkorrekciót. Jókkal várnánk el egy politikustól egyébként azt, hogy ilyen esetben ezt belássa, de hogyha belátja, hogy akkor mit és hogyan hibázott, akkor abból meg számára nem következik semmiféle pozitív. Úgyhogy ez a, nem is kérhetjük ezt olyan számon tőle, azt kérhetjük számon, hogy miért gondoltuk azt, hogy miért gondolja azt, hogy, hogy ebben a baloldali elismerési válság, amiben most a baloldal jelenleg még tapicskol, pont összöd lesz az, amit egyébként rá kell emelnünk a politika napirendre, hogy mi is például erről beszélünk. Hát ezek fontos, érdekes kérdések, biztos ő valahogyan megválaszolja ezeket. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm szépen. Engem.